Hey, hello mindenkinek, mi a Bölcsek gyümölcse című cikksorozatból olvasunk a 17-es Bálát Szalam levelet, mondják az oldalszámot. Kérdéseket lehet tenni a weboldalon keresztül, és a kiválasztott kérdések lesznek sugározva a lecke során. Tehát, Rav, ez egy nagyon fontos levél, mivel olyasmivel foglalkozik, hogy hogyan lehet a természet erőit megfelelő módon használni. Mi tudjuk, hogy a természet kétfajta erőt tartalmaz, mindig, minden szinten, az emberi szinten. Tehát én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a fűszert, ennek ellenében másik oldalról viszont nekünk magunkra kell vonni a természet erőit, és meg kell kísérelnünk a gonosz erővel egyensúlyt tartani. Tehát meg kell értenünk, hogy mi a jó erő, mi a rossz erő, a bal, a jobb. Egész addig, amíg el nem érjük a helyes kombinációt a két erőnek, amit középső vonalnak nevezünk. És ez az embernek a munkája. És azáltal meg fogjuk tanulni, hogy a két erőt hogyan tudjuk egyensúlyban tartani. És természetesen mindent ennek a függvényében fogunk megragadni. A természetben minden erő ezt használja, felülről, a teremtő által, és azt is meg kell tanulnunk a különböző feladatokban, a különböző lehetőségeket megragadva, hogy hogyan lehet a saját lelkünk gyökerét megtalálni. Az ember ilyen ezáltal megtanulja, hogy a két erőt hogy rakja össze, és ezáltal hogy éri el a középső vonalat, és a középső vonal az mindig a teremtő feltárulását magát jelenti, aki ezen a módon tárul fel az ember számára, mert a középső vonal a mi irányunkban maga a teremtő, a bóre, gyere és láss. A bal és a jobb együtt kombinálva, ezáltal megtanuljuk és megértjük a szívet és az értelmet, a mohajt és a liba, ugye az értelem és a szív, és ezeket helyes módon kombináljuk, akkor ezáltal fel fogjuk fedezni azt az erőt, amelyik elrendezi a balvonali erőt, az egónak az erejét, megformálja az összes eszközt, amihez szükséges, hogy ezt felfedezhessük, és hogy a teljes valóságot ilyen módon feltárjuk, de ezt megelőzően mi nem értjük, hogy mit jelent a pontosan a balvonali erőt, tehát természetesen a jobbvonali erőt se értjük. Ezért az, hogy valaki a középső vonalon tudja menni a 125 szinten, ehhez minden alkalommal helyes módon kell használnunk a jobb vonalat, hogy felfedezzük az egyensúlyt, és ez a munkánknak a lényege. Különböző módokon, és ez az, ahol a kabala bölcsessége valóban a kabalisták ilyen módon azt akarták felfedezni a mi számunkra, és nézzük meg, hogy a Bála Szalam mit mond, hogyan használjuk ezt. Nagyon sok példa van. Tehát valójában nincs másról szó, mint a középső vonalnak a felfedezéséről, és nincs másról szó, mint a középső vonal kontrolljának a megszerzéséről, és az abban való beágyazottságról. Tehát így kell a bal, a jobbat elképzelni, a bal vonalat elképzelni, a jobb vonalat elképzelni, és hogy igazából hol vagyunk, hogy felfedezzük és megértsük, hogy valóban mi sem a bal, sem a jobb vonal által nem kell, hogy kontrollálva legyünk, hanem ezek az erők egy állapotot érjenek el bennünk, és a saját akaratunk ellenében kezdenek el ezek az erők dolgozni rajtunk. Azonban ezekből megtanulhatjuk, hogy minden állapotban van egy pont, egy hely, ahol a legfontosabb dolog, hogy végezetül elérjük a középső vonalat. És mi azt is megtanuljuk a különböző helyeken. Helyek tetváv
hogy ahol a 15. részből, a teszt 15. részéből pontosan a Malkut növekedését tanuljuk, hogy az Erampin mellett a Malkut hogyan kell, hogy felnövekedjen. És megtaláljuk a 7 fázist. És hogy minden a közös vonalon történik. És az összes állapotunkban, az ünnepekben, és így tovább, amik állapotok, ezek olyan állapotok, ahol a vonalak közötti munkát végezzük, a Balaszolám ír erről, és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a két vonalat felfedezni, és így a középső vonalat hogyan tudjuk felfedezni. Nézzük meg, mit ír erről. Tehát 17-es levél. Hadd írjam meg nektek, hogy a középső oszlopot hogy kell képíteni az Isten munkájában, hogy mindig a jobb és a bal vonalak között ez legyen a valódi célatok. Ez azért van így, mert az, aki előre halad, tehát van, aki előre halad, és aki rosszabb, mint aki egy helyben áll. És mégis az úton haladva egy nagyon vékony vonalon kell haladni, mert csak ez a vékony vonal vezet el a király palotájába. Amikor valaki elkezd a vonalon haladni, akkor állandóan azzal kell törődnie, hogy nehogy eltérjen a jobbra vagy a bal vonalra, egy akár egy hajszányit is. Mi azt látjuk, hogy sok módszer van, hit, filozófia, vélemény, ahol különböző tanácsokat kapunk, hogy mi a helyes módszer arra, hogy előre haladjunk a spirituális úton. És nagyon sok ember tiszta szívvel írta le ezt, amit gondol erről. Annak megfelelően, amit a saját elméje mutatott neki. Azonban itt van egy óriási probléma, hogy megtartani a jobb vonalat, az nem egyszerű. Bocsánat, a középső vonalat, az nem egyszerű. Tehát valóban nagyon pontosan meg kell értenünk, hogy ez valójában mi. Tehát az ember elkezd előre haladni, akkor komolyan oda kell figyelni, hogy se jobbra, se balra ne térjél az ember egy hajszányit sem. Ez azért van így, mivel még ha csak egy hajszányit is eltér, még hogyha valaki utána egyenesen is folytatja az útját, te biztos lehet benne, hogy többé nem a király palotájába érkezik meg, hogyha nem lép vissza a helyes vonalra, ahogy itt a rajzon is ábrázolódik. És itt van egy igazi összehasonlítás. Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam a középső vonalat, amelynek a jelentése a Tóra, a Teremtő, Rav. Mivel mi nem látjuk a király palotáját, hát akkor hogy tudunk oda irányulni, nem látjuk. Hogyan tudunk irányulni felé, hogyan tudjuk ábrázolni azt, ami túl van az értelmemben, a szívemben, az érzéseimben, mi nem mondhatjuk azt, mondja Rab, hogy ez vagy az errefelé vezet. Hogy ez az ábrázolása az, hogy ez az ő karakterisztikája, ezért mindenképpen így haladok a Teremtő felé. Nincsen képességem, hogy a szívemmel vagy az értelmemmel ábrázolni tudjam a Teremtőt. Tehát hogyan lehetek abban biztos akkor, hogy valóban a helyes irányba haladok? Tehát amikor a külső világőrben bolyongok, akkor hogyan szerezhetek alapokat arra, hogy valamerre is eltérjek? Engedjétek meg, hogy elmagyarázzam a középső vonalnak a lényegét, amelynek a jelentése a Tóra, hogy a Teremtő és Izrael egy. A célja az ember lelkének, amikor az belép a testbe, hogy ezáltal elérje a saját gyökerejéhez visszavezető utat, pontosan a test segítségével, magyarabb, és a Teremtővel össze tudjon tapadni újra, a test a kapnakarás jelenti. Miközben ráöltözik a testre, ahogy az írva van, hogy szerezd az udaladat Istenedet, miközben az ő útjain haladsz, tartsd meg a parancsolatait és tapadj hozzá. Ilyen módon az ember láthatja, hogy a dolognak a vége az, hogy a Teremtőhöz tudjunk kapcsolódni, azaz, elérjük azt az állapotot, mindamiben a testbe való beöltözés előtt voltunk, vagy a törés előtt, mondja rá.
Tehát jön a fény az edénybe, aztán távozik, mikor az edényben benn van a fény, akkor a fény és az ő neve egy, tehát az edény teljes. Formegyedésben van. Azonban ez komoly felkészülést igényel, amely azt jelenti, hogy az ő útján kell haladni. Mégis honnan tudja az ember a teremtő útját? Valóban ez a jelentése a Tórának, amelynek 613 útja van. Ő, aki megtisztul majd, miközben a test, ami azt jelenti, hogy a teste többé nem áll betonfalként az ember és a teremtője között, azaz valóban a kőszív, mintha el lenne mozdítva az ember húsából, és akkor az ember képes a teremtőjéhez tapadni, csak úgy, még mielőtt a lelke leereszkedett volna a testébe. Rav. És pontosan a testnek köszönhetően, azaz a kapnakadásnak köszönhetően, amely ellenáll, ő a testhez tud tapadni mind a 613 korrigált parancsolattal és adakozási szándékkal. És akkor ezáltal az ember eléri az összetapadást 613-szor erősebben, mint előtte, amikor csak egy pont volt. És ki fog derülni, hogy három aspektus van itt. Egy, Izrael, aki önmagát egyenesen a saját gyökerei felé akarja irányozni. A szívelő pontról van itt szó. Kettő, a teremtő, amely valóban a gyökér, amely felé vonzódunk. Ez a Malchut Beinsof, mondja rá. Három. A 613 útja a Tórának, amely által az ember megtisztítja a lelkét és a testét. Ez a fűszer, amiről írva, hogy én teremtettem a gonosz hajlamot, és én teremtettem a Tórát, mint fűszert. Ez az Enszofnak a fénye, mondja rá, amely minden egyes szinten működik. Reformáló fényként, és van a belső fény, ami pedig kitölti a korrigált edényt. Azonban ez a három valójában egy és ugyanaz. A végén a teremtő bármilyen szolgálja egyetlen módon érheti el a teremtőt, hogy látja, hogy a teremtő mindent átfogó egyediséggel és egyetlen erőként képviseli magát a világegyetemben. Azaz az edénynek fel kell ismernie azt, hogy formájzésbe jutott a teremtővel összetapadásra. Ez pedig, ez a három azért tűnik felosztottnak, mert a teremtő munkáját még nem tudjuk egyenletesen végezni. Azaz, magyarabb, még nem értük el minden egyes szinten azt a fokot, ahogy képes legyünk az adakozásnak ugyanaz a szintjére, amelyben a fény teljes egészen be tud lépni az edénybe. Hadd tisztázunk le valamit a számotokra, és fogadjátok el, mint egy javaslatot. Tehát ez egyfajta megváltásnak a titka van itt. Valaminek, ami az ember gyökeréhez kell kapcsolódnia. Tehát arra van szükségünk, hogy végsősorban láthassuk, hogy nem az embertől, nem az emberen múlik a saját állapota, a sikere. Tehát ismert, hogy az ember lelke, mielőtt leereszkedt volna a testébe, a gyökerekhez volt kapcsolódva, hogy az életfája elején a világok meg lettek teremtve, a szent nevek által lett megteremtve, ahol valóban ő kegyelmes módon teremtette meg a világot. Azaz a lélek, mondja rá, egy pontként ereszkedett le a gyökerekből, a teremtőből, annak érdekében, hogy ez a pont valóban annak a mélységében el legyen rejtve, és hogy valóban, és hogy ahogy ezt megtanuljuk, azonos is legyen a teremtővel. És a Malchut Ein Sof, az valóban a mi számunkra csak egy pont volt, és ennek az embernek, mint pontnak ki kell fejlődnie olyan mértékben, az Ibur Janikos Mohin állapotban mind a 125 szinten keresztül, hogy magára tudja vonni az Ein Sofnak a fényét, és ez az a mód, ahol valóban a szintek és az előadások ki vannak építve, vagy a Malchut, abból a pontból, ami teremtésekor ki tudjon teljedni egy komplet edényé.
Tehát nincs teremtmény. A teremtő valóban azt akarja, hogy a teremtő fel tudja tárni őt. Tehát a természetnek megfelelően, valóban a kapnakarásnak megfelelően, a kapnakarásból kell látnunk, az elérésből kell látnunk, hogy különböző nevek jelennek meg, állapotok, amelyeken keresztül felfedezhetjük a legmagasabb fényt, mindent, ami el volt rejtve előlünk, ezt megelőzem. Ezek a szavak nagyon magasztosak, azonban amely mértékben képesünk ezt megragadni, a teljes tóra nem más, mint a teremtő neveinek a felsorolása, ahogy mondva van, és a jelentése az elérésnek, hogy amit nem érünk el, azt nem vagyunk képesek névvel illetni. Azaz írva van a könyvekben, hogy az összes név, amit elnyer a lélek, azaz, hogyha mi korrigáljuk a kapnakarásunkat, mondja Rab, minden egyes állapotban, minden egyes szinten valóban hasonlóan válik a fényhez és a teremtőz, és abban a mértékben vagyunk képesek fölvenni a fény kitöltését, és ugyanazt a formát felvenni, mint a fény, ezt hívják azt, hogy a sötétség felett ragyog a fény, és ezáltal felfedezzük a kapnakaráson belül az összes különböző változásokat, az összes különböző minőségeket, amelyeket fénynek nevezünk. Mi nem érezzük a fényt önmagát, hanem különböző jelenségeket tárunk föl a kapnakarásban, és akkor a kapnakarás kitöltődik fénnyel. Tehát ilyen módon tudjuk pontosan azt elérni, hogy a test eléri a teremtőnek a neveit, és ez pedig az elérésnek megfelelően formálódik meg. Van egy szabály, hogy bármilyen spirituális dolognak a fenntartása az emberben, annak az érdeme megfelelően történik, amennyire megismertük ezt, azaz az állati fizikai érzetek pedig pontosan az értelemben való megjelenését jelentik valaminek. Ilyen módon a spirituális érzékelés egy bizonyos állapotot jelent, amikor valóban képesek vagyunk értékelni a dolognak a lényegét, azaz, ugyan írva van, hogy mindenki a saját értelme megfelelően képes valamit dicsőíteni, azonban az állatok is tudják, az állatok csak tudnak, de nem érzékelnek egyáltalán. Azaz van a tudás és az érzékelés, mondja Rav. Nekünk pedig mind a kettő a rendelkezésünkre áll. Az állat nem érez valamivel a formaegyezést, hanem ő valamit megismer, tud. Tehát az, hogy honnan származik valami. Tehát mi tudjuk, hogy van a teremtő, és érzéseinkben azonosulni tudunk vele. Tehát a feltárulás bár önmagában az érzéseinken belül van, hogy valóban a megszerzésben legyünk benne, ami kapnakarásunkat tudjunk azonosulni, nekünk valóban minden részletében kontrollálni kell azt, amit érzünk, hiszen ezáltal épül föl bennünk a kapcsolat az edénnyel és a fénnyel. Tehát meg kell értenünk, hogy mielőtt a lélek beereszkedt volna a testben, csak egy kicsiny pont volt, amely a gyökerekhez kapcsolódott, és ez jelenti azt, hogy az ember gyökerének, a léleknek a gyökere, ez egy pont volt, és ilyen módon, amikor belépett ebbe a világba, ebbe a testbe, hogy felépítse a saját világát, azaz, hogy a gyökérből magából vigye azt a pontot, ami hozzátartozik. Azaz, mondja Rav. Tehát itt van egy feltárulás, amit úgy nevezünk, hogy ez a világ. Nyilván itt egy elrejtés is van, ahol a test elkezdi érezni, hogy mit jelent a magasabb világ és a teremtő. Tehát nyilván, amikor az elrejtés működik, amikor valóban az elrejtés ezen a pont felett érvényesül, akkor megjelenik a vaskosság, amiben feltárul az adott vágy vaskossága, amelyben megjelenik egy erő, amelynek a hatását kezdjük el érezni. Azaz, amikor megjelenik két pont között a feszültség, azaz a szeretet lefed mindent, és ennek eredményeképpen valóban
felfedezzük az ellentétes erőt, és így jelenik meg a teljes feltárulás. Azon, amikor valaki a teremtő útján halad, amely 613 útja a Tórának, hogy visszatérjen a teremtő aktuális nevének a megismeréséhez, minél jobban növekszik a szinteken az ember, akkor az elért neveknek megfelelően érje el a szinteket, és ez a jelentése a szavaknak, hogy a teremtő mind a 310 világban elhelyezte az igazakat. Ennek a magyarázat az, hogy a lélek két igaz részt tartalmaz, a felső igazakat és az alsó igazakat, ahogy a test fel van osztva a taburral, a köldökkel, a felső és a tabur alatti részekre, és ez az írott tórát és a beszélt tórát kellett megkapni az embernek, ami azt jelenti, hogy 310 része van felosztva, ami 620 gemátriában. Ez a 613 parancsolat a Tórának, amely a 7 parancsolat a Rabannak. Tehát nekünk van 613 vágyunk, 620 vágyunk, bocsánat. Ahol a reformáló fény segítségével adakozni tudunk, és az adakozásnak megfelelően, a szintenek megfelelően képesek vagyunk a felső fénnyel összekapcsolódni. Ez az, ahogy a Szent Név föltárul a számunkra, és valóban azt mondhatjuk, hogy minden egyes vágy fölveszi az adakozásnak a formáját, azaz az edényben fölfedezhetjük a fényt, hiszen az edény változása az, amint ez rendelve, és ezt ugyan általánosan most kijelenthetjük, hogy a fény és az edény együttes létezésében ez vezet bennünket oda, hogy az edény kifejlődjön, ezek a betűk tulajdonképpen a fejlett edények, ez az, ahogy minden változáshoz elérünk, különböző formában, amelyekben megjelenik a fény, és így fedezhetjük fel egy tökéletes módon minden egyes szinten, ahol valóban mind a 613 parancsolatban érzékelhetjük, ugyanúgy, mint egy spermacsebben benne van az összes jövője az embernek, annak a teremtménynek, akinek ki kell fejlődni abból a spermacsebből. Úgy ezen a módon láthatjuk, hogy a kisgyermek, a felnőtt és az öreg ember ugyanahoz a vágyhoz kapcsolódik. A kérdés mindig csak az, hogy milyen mértékben fejlesztette ki a vágyjal való kapcsolatot, és került formegyezésbe a magasabb fénnyel. Semmi új nincs ebben, csak is a fejlődésnek a menetében, ami az ember munkájától függ. Tehát a teremtőtől, el kell jutnunk a magasabb rendű fényhez, és valóban minden az embertől függ. És ennek eredményeképpen az embernek ki kell fejlesztenie az adakozásnak az erejét, ahol valóban a magasabb fényt identifikálni tudja, és tudnunk kell, hogy a munka által, amit a csoportban végez, az ember tud följebb jutni ezen a létrán. Írva van az élet fájában, hogy a világ az kizárólag a teremtő neveivel lett megteremtve, és ezáltal láthatjuk, hogy a lélek leereszkedik és beöltözik ebbe a földi anyagba, és többé nem is képes közvetlenül a gyökerébe kapcsolódni, hanem sokkal inkább 620 szorosan próbálkozik visszakerülni a kapcsolatba a gyökerével. Ez a jelentése annak, hogy a teljes tökéletesség
a Naranhajban van befoglaltatva a jehidáig, amely jehidát Keternek is nevezzük, amely pontosan 620-szoros számot jelenti. A Keter szó. És én mondom, láthatjuk, hogy 620 név van, amely 613 parancsolatot ad a Tórában, és 7 parancsolatot a Rabanán által, amely tényszerűen 5 minőséget ad a léleknek, amelyet Naranhajnak nevezünk. És ez azért van így, mert a Naranhaj edényei a 620 parancsolat felett jelennek meg, és a Naranhaj fénye pedig, ez a Tórának a fénye minden egyes parancsolatban befoglaltatva. Azaz mondja Rav, tehát vannak a vágyak, aztán vannak az fények, amelyek a vágyakkal szemben vannak, és a helyes kapcsolatot kell a fény és a vágyak között megalkotni. Na. És minden egyes szinten így kell megértenünk ezt, hogy a 620 fény, vagy 613 név tárul föl bizonyos mértékben, és ez a feltárása munkánk. És ilyen módon látnunk kell, hogy a Tóra és a lélek egyé válhat. Ha azonban a teremtő, amely az Einsofnak a fénye ráöltözik a Tóra fényére, amely a 620 parancsolatban található, azaz mondja Rav. Tehát valóban ez az, amit mi elérünk, azt fokozatosan érjük el minden egyes szinten, 620-szorosan, van 613 korrekció, 620-szoros erő, amelyben van 613 korrekció, ahol valóban kiegyenlítődünk egy megfelelő fénnyel, és eljutunk az általános kapnakarás korrekciójáig, amely kitölti az általános fényt, és az általános fény, amely az általános korrigált kapni akarást feltárja, és ez a feltárulás maga a kucsabrió, a teremtő, a rámúr. És ez az a pont, amelyben az egész valóságot megteremthetjük, a felső fény, amely egyetlen hatalmas, absztrakt, magasabb rendű fény, és ez, ahogy megnyilvánult, maga a teremtő. Értsük meg ezt teljes egészében, hogy ez a jelentés adnak a szavaknak, hogy a Tóra az a teremtő neveit foglalja magában. Azaz az ő feltárulása különböző formákban befolyásol bennünket, annak érdekében, hogy mi őt fedezzük fel. Tehát mi nem tudjuk őt közvetlenül felfedezni, hanem kizárólag azon keresztül megtanuljuk, hogy is mondjam, magyarabb, hogy részleteiben, hogy tudjuk őt feltárni, csak a mi irányunkban nyilvánulmaz meg, amit teremtőnek nevezünk, Borénak, hogy gyere és láss. Tehát mi semmit nem tudunk a felső fény természetéről, de a cselekedetéből meg is vagyunk téged, Uram. Ez azt jelenti, hogy a teremtő egész, mind a 620 név, az valóban egészen és részleteiben maga a teremtő. Ezek pedig a megfelelő szinten megfelelően alkotják a lelket, amelyre meg kell szerezni a fényt, de nem egyszerre, hanem apránként. Tehát lépésenként egyiket a másik után, egyik szintet a másik után szerzi meg a lélek. A fentiekből következően azt találhatjuk, hogy a léleknek az a sorsa, hogy megszerezze a 620 szent nevet, és ezt fogja ő teljes egészében megalkotni, ami 620-szorosa annak, még mielőtt belépett volna a világba. És ilyen módon 620 parancsolatban jelenik meg ez a kép, ahol a Tóra fénye ráöltözik, és a teremtő, amely a nem más, mint a Tórának a kollektív fénye, és ilyen módon láthatjuk, hogy a Tóra, a teremtő és Izrael valóban egy. Vizsgáljuk meg ezeket a szavakat gondosan, hiszen itt egy nagyon egyszerű magyarázatot kell adnunk. Írva van erről, hogy szó szerint nem kell elmagyaráznunk, és boldognak kell lennünk, ha magyarázatok nélkül is képesek vagyunk ezt érzékelni. Térjünk akkor vissza ahhoz, még mielőtt az ember képes lett volna a teremtő munkáját teljesíteni. A Tóra és Izrael valóban három érzéki különbözőt jelent meg, ezzel egy időben valóban az embernek vágynak kellett arra, hogy visszatérjen a gyökereihez, amelyet Izraelnek tekintetünk.
Ekkor az ember a teremtőt érzékelni akarta, és a Tóra titkait is külön érzékelni akarta. És az, aki nem tartotta meg a felső parancsolatot, hogyan tudná szolgálni a teremtőt? Hiszen pontosan ez a szolgáltatás a Tórának. Gyakran az ember el akar érni a teremtőt, hogy oda tud, hogy rajta tudjon csüngeni, és hogy egyé tudjon vele válni. Azonban lényegében valaki, ha nem haldoklik, mégis elutasítja a Tórának a titkait. Azért, mert ahhoz, hogy visszatérjen az ember lelke az eredetéhez, amely megelőzte még a teste való ráöltözést is, ez egy nagyon nehéz feladatra. Elment a langol, bocsánat. Tehát a csoport, az egység. Tehát röviden minden egyes dolog különböző fajta munkát tud mutatni, ami szinte felfoghatatlan. És ilyen módon, aki az igazi vonalon sétál, az Istenek a munkáját végezve, annak örökké ellenőrizni kell önmagát, hogy valóban a három aspektusban egyenlő módon tudjon dolgozni. Azaz, hogy az rögtön az elején ki tudja egyenlíteni a három vonalnak az erejét. Azaz, minden egyes szinten ugyanazt a munkát végezik, és a szint végén, mondja Rav, valóban teljesítő tenni az edényt, azaz így tárul fel a három vonal a számukra. És hogyha valaki valóban az egyiket jobban akarja, mint a másodikat, vagy a harmadikat, akkor valóban letér az igazság útjáról, ezt meg kell értenünk. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt lássátok magatok előtt, magyarabb. Ilyen módon jobb, hogyha valaki állandóan megtartja a célt, hogy sóvárakosan a felső erő parancsolatok a megtartására, hiszen a felső erő azért a parancsolatokat, hogy a Tóra titkaiba beültetve, hogy szolgálni tudjuk őt ezen keresztül. Azaz mi garantálja a közösső vonalat? Ez a jelentése annak, hogy az én számomra ilyen módon jelenik meg az, hogy nyitok számotokra egy kaput, és ahol be tudjátok hozzám lépni. Azaz, mindenek előtt a kapu csak azoknak nyílik ki, akik valóban képesek elvégezni azt a munkát, amihez szükséges, hogy a kapu kitáruljon. Ehhez hasonlóan kell a felső parancsolatainak a beteljesülésre vágyni, hogy az ember valóban megtalálja a bejáratot a központi csarnokba, a teremtőhöz. Ez jelenti a rejtett nevek, ezt jelzik a rejtett nevek a versben, hogy minden egyes cselekedet, amelyet csarnokként lehet a cselekedetet betűzni, valóban az élővé teszi az Úr dicsőségének az elérését. Most sem Mexikóból kérdezi, hogy az ember hogyan tudja megragadni a helyes utat, hogy ne évezetig bolyongjon a rossz úton. Ez igaz, mondja Rav. Hiszen mi olyan emberekről beszélünk, akik valóban végzik a munkát, akik befektetnek ebbe a munkába, tanulnak, a csoportban dolgoznak, tehát a helyes úton haladnak előre, és hát nyilvánvalóan vannak emberek, akiknek nincs igazi kapcsolatuk a korrekcióval, természetes módon sok ember van ilyen, ezek az emberek hatalmas hibákat is követnek el. Tehát a bestia bolyong a mezőn, ugye, sok hibát elkövetve. Mit tudunk tenni, ahogy mondva van? Izrael, Orrajta és a Kucsabrihu egy, tehát Izrael a fény és a teremtő egy. Ez három érzéki különbözet, ezeknek egyforma fontosságot kell kapniuk, hogy ők egyek. És legalább egy kérdést meg kell válaszolnunk egy racionális módon. Miért nincsen igazából racionalitás, miért nincs racionalitás számukra az adakozásban? Legyen akkor ez egy workshop kérdés, mondja Rav. Na most akkor elkezdenek workshopolni.
Tehát miért nincs racionalitás? Nincs racionalitás az adakozásban, és miért van az, hogy mégis az egyetlen racionális cselekedet? Ugyanis az összes többi dolog valójában értéktelen, minden el is illan, céltalan. Ha nem adakozunk, minden más céltalan. Hogy történt, akkor ez meg, hogy csak eddig is nincs benne számunkra először racionalitás, és mégis ez egyetlen racionális cselekedet. Mit írt el a Bálha Szulám, mondja Rav? Tehát egy racionális módon kell adakoznunk, ami azt jelenti, hogy az ember ebben a világban a saját fizikai értelmét tudja használni, hoz egy döntést, hogy minden, ami történik a kapni akarásán belül, az eltűnik, annak nincs jövője, csak az idő elvesztegetése mindenféle eredmény nélkül. És ilyen módon az embernek meg kell korlátoznia magát, hogy hogyan tudja használni a saját vágyait. Itt ír a Samátiban, a 13-as Samátiban, hogy a legfontosabb dolog az adakozás. Tehát, hogy az ember ne akarja semmi más, mint adakozni, mivel mindenfajta megszerzés az lehetetlenít teszi, hogy kilépjünk a saját megszerző edényeinkből. Egy másik utat kell keresünk az adakozást. Az mondja, nekünk nem kell lecsökkenteni a kapnakarásunkat, megszorítani, szenvedni, mindenféle behatárottságból beszorulni, egy ilyen szerzetessé válni, megszorítva a saját kapnakarásunkat, a saját irányultságunkat, hogy valóban minden belső lelkesedésünk lemondjuk, nem. Hagynunk kell, hogy a fény dolgozzon. Az embernek nem kell bezárni a vágyait. Elment egy pillanatra a hang, bocsánat. Tehát, hogy valóban megint. Bocsánat, ezt nem értettem, mert kivel elment a hang. Tehát ezután hagynunk kell, hogy a fény dolgozzon. Azaz, hogy valóban adakozni legyünk képesek, és a felső fény, amennyire csak lehetséges, minden egyes pillanatban képes legyen előre haladni, és a felső fény belépjen ezekbe a törött vágyakba, és korrigálja azokat. Még több kérdés. Folytatva azt, amit ön mondott, tehát mivel az ember ellenáll az összetapadásnak az összes vágyával, ez az oka annak, hogy valóban el kell érnünk az adakozást. Igen, különben nem fedeznénk fel az összetapadást, és nem tudnánk fölemelkedni az ellenállás fölé. Tehát, hogyha nincs gyűlölet, akkor nem tudjuk felszedezni a szeretetet. Ez még a fizikai életben is így van, mondja Rav. A teremtő megszervezi az emberek közötti viszonyokat, hogy ugye Rabbi Simon tanítványai például valóban így kezdték el megérteni, hogy milyen állapotokat tár fel a teremtő köztünk. Ezek ostob állapotok voltak, nem tudtak egyetérteni egymással, de ez mind annak érdekében történt, hogy megadja nekik a munkaterület lehetőségét, ezen túlmenően pedig föl tudjuk fedezni a magasabb állapotokat a fizikai viszonyokban. Ez hordoz mindent a barátok között, amikor mi elkezdjük érezni, hogy valójában ezen a síkon befejező munkánkat elkezdünk felemelkedni, és nyilván rögtön megjelenik a problémák köztünk, és tudnunk kell, hogy itt problémák vannak,
jobb vonal, bal vonal és a középső vonal, így tudunk csak emelkedni, jobb lábbal, bal láb, jobb láb, bal láb, bal láb, és mi a bal, jobb az mindig a bal ellenében van, hogy lehetne másképp. Tehát az ember arra van utalva, hogy valóban előre haladjon, és ehhez pedig használnia kell a két vonalat, és meg kell szerveznie hozzá a középső vonalat, amin keresztül felfedezheti a középső vonal erejét. Nyilvánvalóan nem az ellenálló erőben kell ezt megszerezni. A szent nevekben mit jelent ez? Mit fedezünk fel? A teremtő valóban meg akarja mutatni a számunkra a lehetőséget, és ezért feltárja a törött vágyat. Ha tudjuk, hogy hogyan használhatjuk, tehát nem szegény tiszta igazzá kell válnunk, használnunk kell a vágyakat, és követelnünk kell azok korrekcióját azáltal, hogy ez nem egyszerű, hogy valóban képesnek kell lennünk. A csalódottság, a legfontosabb dolog, hogy két erővel kell szembesülnünk, amely erő aztán együttműködik az úton, és kizárólag a három vonal jelzi az utunkat. Oké, tehát akkor hogyan lehetne egy óriási hálát érezni az összes nehézség mellett, hogy valóban ezek mind csak növelik a vágyunkat. Hát a teremtőhöz kell fordulni és a csoporthoz. Tehát ezeket a nehézségeket ne vegye el a teremtő. Minden, amit a teremtő csinál, az jó. És nekünk el kell fogadni ezeket a dolgokat, magunkra kell vonni. Valóban a teremtőre akarok csüngeni ezen keresztül, nincs más rajta kívül. És valóban, hogy hozzá tudják kapcsolódni, ez azt jelenti, hogy nem rohantok el a rossztól. Tehát, hogy ezt a teremtő nekem küldte, és akkor most már tudom, mi a rossz. Tehát nincs jó, meg nincs rossz, nekem tudnom kell, hogy merre haladok. Ugye itt óriási nehézségek vannak. Itt van egy másik szó szerinti nehézség, az embernek állandóan erőfeszítést kell tenni, hogy sikeres lehessen. Tehát itt az embernek valóban folyamatosan várnia kell a megváltást, a hiányt. Hát persze, hát ezt hívjuk sikernek, nem? Így van, tehát mi, ha adakozni akarunk, el kell érnünk valamilyen módon az adakozásnak az erejét, és az embernek valóban a munkából kell valamit kapnia, hogy megváltást tudjon elvárni. Rab. Nincs igazad. Te az Enzo fényében ülsz most is, nincs szükséged semmire igazából, mint az, hogy lenullázd magad. Mert az Enzo-ban van már most is, csak nem tárult föl a számodra. A te az ibur állapotban vagy, a megtermékenyülés állapotában. Csak a lenullázódásra van szükséged, hogy képes legyél az összes zavar felé lenullázódni, hogy el tudj kezdeni növekedni. Hagynod kell a felső erőt, hogy meghagyja a kontrollt 100%-osan, és akkor ezáltal valóban teljes egészében az ibur állapotába tudsz lépni, és később pedig elkezdődhet a felső erő segítségével, amely kitölt téged, el tudsz kezdeni a teremtő felé haladva, ha megtanulna az ő cselekedeteit, hogy valóban a kadmut állapotba tudj belépni. Tehát neked nincs más valóságod, mint a teremtőnek a valósága. Ez pedig az Ein Sof. Le kell nulláznod magad az Ein Sof fényében. Tehát embrió állapotban vagy, akkor mi az, ami téged zavar? Az anyamé pedig a te tízes köröd, ezt is ide is elveszed a teremtő. Nincs szükségünk semmi másra, nem kell kutatnunk semmit sehol. Csak ezt az állapotot. Tehát, ahol az embert említik, én jövök és megáldalak, mondja a teremtő a Tórában. Igaz, név?
Vagy hallasz valami új tórát? Mondjál valamit. Én nem értem pontosan, mi ez a munka, hiszen Izrael órajta és a kucsabrihu egy. Igen. Ez egy definíció. De mi az Izrael? Azok, akik sóvárodnak, akik vágynak a teremtőre. Mi az órajta, a fény? Ez a 613 fény, ami a Tórában el van rejtve. Azaz, az, aki a teremtőre vágyik, aki valóban olyan akar lenni, mint a fény. A Kadosh Baruch Hu vagy Kucsa Brihu, az pedig a teremtő, amely mind a hármat magába foglalja. Na de hol van a tízes körben való munka itt? Tehát minden munka jön, azt mondja, hogy a tízes körben való lenullázódás merik meg. Hol van ez ebben? Hát ki előtt kell lenullázódnom a gyakorlatban, mondja Rav. Nyilván a fény előtt, a teremtő előtt, nem tudom pontosan, hogy ez mi. Hol gyakorolhatom a lenullázódást? Hát bárki olyan módon ábrázolhatja a lenullázódást, a gyakorja. Tehát van a tízes kör, én le kell, hogy nullázódjam a tízes kör irányába, minden egyes dologban, amiről Rabas ír a cikkeiben, és ezáltal valóban én önmagamat képes vagyok a fény irányába kalibrálni helyes módon, mert én nem tudom pontosan, hogy a fény micsoda. Van a 613 parancsot, hogy ez micsoda, ezt nem tudjuk. Mi a teremtő, az Enszó fénye, tehát elképzelésem sincs erről, nem tudok semmit. Tehát én a saját vágyaimban vagyok, amely kapnakarás. Én valóban ki tudom jelenteni, hogy vannak a törött vágyok. De mit jelent ez? Tehát semmi máson nincs, mint a törött vágyak. Tehát van a kalibrációm a csoport irányába, bekalibrálom magam, és ez megadja nekem. Ez olyan, mint a hangjegyek a zenében, vagy a zenei utasítások, ezek megadják nekem a helyes akkordot, amiben zenélni kell. Tehát amikor én valóban a csoport felé fordulok, oda hangolom magam, mindenféle módon, és a végén magamat helyes módon tudom a fény irányába fordítani. Akkor mit jelent Izrael és a tízes kör? Izrael és a tízes kör valóban azt jelenti, hogy én önmagamat Jásár kellként erre irányozom. A teremtő ad nekem irányultságokat, hogy el tudjam őt érni, mégpedig a saját edényeimen keresztül. És akkor az én korrigált edényeimben valóban érzékeletem a teremtőnek a formáját, és ezekben az edényekben valóban megformálódik a teremtő, és én fel fogom fedezni a felső fényt. Nyilvánvalóan a teremtő segít megformálni a fény, az edényt, ő a fény, ami belép oda, és ilyen módon valóban formálizésre tudok vele lépni. És a Tóra, kérdezi Iniv, a Tóra az egy illuminációt jelent, 613 parancsolat van, és ez korrigál majd engem, milyen módon. Az, hogy én valóban bölcsebbé váljak, tehát mindenféle vaskosság jelenik meg bennem. Tehát én cselekedet hajtok végre, hogy valóban felé tudjak emelkedni a saját vágyaimnak, és ilyen módon a közösségét tudjak tevékenykedni. Összetapadjak a közösségével való munkában a teremtővel. Tehát én valóban el tudjam érni, hogy a fény mindenféle módon dolgozzon rajtam. És ilyen módon rá fogom látni, hogy még egy olyan fajtos munka folyik itt, amik a színfalak mögött dolgoznak rajtam, a teremtő erői. Oké, na de amiről itt azt mondja, hogy sóvárogó középső vonalra, Rav, nekem arra van szükségem, hogy én a közösségem belül találjam meg önmagamat, amennyire lehetséges lenullázzam magam, hogy egy példaként tudjak szolgálni, hogy alávessem magam a csoportnak, le kell nullázódnom, és fölő kell emelkednem a malkutomnak, el kell emelkednem a malkuthoz tartozó ketet, és ilyen módon a csoport kompenzációt kihasználva eljussak egy olyan állapotba, ahol az erőfeszítésem valóban hasonlóvá tesz adakozásban a teremtőhöz, a fényhez, ez amire sóvárognom kell. És akkor az erőfeszítésnek megfelelően a fény elkezd rajtam ragyogni,
És akkor azt, amit befolyásol engem, azt hívjuk Tórának. A Tóra az valóban az erőfeszítésem által jelent meg az életemben. Tehát még mielőtt a szív mélyén elértem volna a fényt, amely szintén a Tóra, nyilván itt egy új vágyat kapok, a vágyat korrigálja, a fénytől a fény aztán korrigálja az összes többi vágyat, mindent a fény csinál. Hogyan lehetséges, hogy egyszer legyek Malkut és Keter? Ez nagyon egyszerű, Rabba sokszor ír erről. Tehát ha lenullázom magam a csoport irányába, egy semmi nem vagyok, gyakorlatilag szuper nulla vagyok. Akik mellettem vannak, azok mind óriások, másfelől pedig összetapadásba kell kerülnöm a teremtővel, tehát nekem kell lenni a legnagyobbnak. Tehát ez a Malkutnak és a Keternek a minőségeiről van itt szó. Oké, de ez kettős állapot, nem? Így van. Tehát a Malkut és a Keter ellentétes. Oké, na de hogyan lehetséges, hogy ezek párhuzamosan egybe forjanak, és hogy Rabas leírja ezt, nem? Igen, de én azt kérdezem, hogy gyakorlatban hogy lehetséges, hogy képesek legyünk ezt az egy dolgot megtartani? Tehát hogyan lehet ezt a két ellentétes gyakorlatot megtartani egyszerre? Nincs itt probléma. Mert azáltal lenullázódom, mint Malkut, lenullázom a kapni akarásomat, magam fölé emelkedem, valóban összetapadásra akarok kerülni a teremtővel, és ezáltal valóban példát tudok szolgáltatni, és át tudok menni a gadlut állapotába. Pontosan azáltal, hogy lenullázódtam. Tehát a Keter az hogy létezhet a hiányban, hiszen tehát hogyan lehet a Keter elérhetetlen, én pedig egy semmi vagyok. Na, ezt magyarázza, hogy lehet ez egyszerre egy állapotban, közös létezésben. Egyik ellentétes a másikkal, na? Na, ki van ott hátul, mondjad. Annak megfelelően, amiről eddig beszéltünk, mit jelent az a szándék, amiről beszél válaszolám? Mi az eltérés az úttól? Mi az a hajszálnyi eltérés? Azt, hogy nem tartod a középső vonalat, mondja Rab. Tehát a mi anyagunkban, egy nagyon egyszerű módon, én kutatom a teremtőt, de ezt nem találtam meg máshol, mint a csoport középpontjában. Ez a mi nyelvünkön a lényeg. Ez a középső vonal. Lebovics kérdez. Tehát itt azt mondja, hogy az, aki a valódi utat követi, én mindig meg kell vizsgálja a három állapotot, és a három állapotot egyformán kell tartani. Ugye a teremtőt, a fényt, és ugye Izraelt és a fényt. Tehát itt a csoport középpontjában találsz meg mindent, nincs más mód. A csoport középpontjában fedezheted fel a vágyat, amihez kapcsolódni tud. Itt fedezheted fel a te irányultságodat. Ez az, hogy látnod kell az egész csoportot, a teremtőt és a korrekciót. Ezek teljesen egyformák. Tehát a Matantóra és az Arvut pontosan erről szól a cikkek is. Mit jelent az, hogy követni a három vonalat? Itt nagyon sok aspektus van, mondja Rav. Tehát ellenvevők a bal vonalnak, fölé emelkedek, én nem akarok most ebbe belemenni. Most nem menjünk bele be a részletekbe, mondja Rav. Icig? Gyorsan. Tehát először azt mondta, jobb állapotban van, aki meg se indul, és üres, mint ha elindulna. Akkor ez mit jelent? Hogyha te nem kísérsz meg egy cselekedet a csoport középpontja felé haladva, ahol a teremtő, te és a csoport egy vagy, és felfedezed a valódi állapotot, hogy ezek egyek, hogyha ezt nem, akkor nem ezért irányulsz valamire, akkor jobban meg se indulsz. Egy kóser cselekedet csak ez lehet.
Áron. Tehát mit jelent az, hogy, lenullázódni? Igen. Mit jelent lenullázódás itt, miről írít Bálát Szolám? Az, hogy a csoportban sikeresen kell beinterálnom, hogy a csoportnak a sikere fontosabb legyen, mint a saját sikerem. Tehát nyilvánvalóan én ezen a módon tudom elérni őket. De akkor nem tudjuk, mi a siker pontosan. A siker az, amikor elérsz összetapadást a Teremtővel. És kapcsolatot érsz el a Teremtővel, tehát én támogatást kapok a csoporttól, és alkalmazni tudom a módszereket a csoport segítségével. Tehát pontosan úgy nullázodok le én is a csoport felé, a csoport pedig, többi tagja pedig felé, mint ahogy egy anya lenullázodik a gyerek felé. Tehát akkor én nem akarom érezni a Teremtőt. Tehát én a fiúkat akarom érezni. Ez is igaz, mondja, igen. De hát ez így nem igaz. Hát semmi nem igaz, mondja. A kérdés mindig az, hogy tudok-e így dolgozni, mintha igaz lenne, vagy nem. Mit jelent az, hogy érzem a csoport középpontját? Oké, lenullázódom, de mit kell ott éreznem? Hogy a barátok fontosabbak a számomra, mint én? Szergej kérdezi Oroszországból, hogy vannak-e figyelmeztető jelek az úton, hogy kitértünk a középső vonalból, eltértünk az úttól. Csak is amikor együtt dolgozunk, akkor tudjuk ezt megvizsgálni. Nincs más mód arra, hogy rájöjjünk arra, hogy eltévedtünk. Ez egy gyakorlati munka. Mi az az állapot az út elején, mi meghatározzuk a lenullázódás alapján, hogy mit kell tennünk, és akkor a többi szívvel lévő ponttal össze kell kapcsolódnunk, bele kell foglaltatni magunkat a többi szívvel lévő pont egységébe, minden zavart ezen keresztül kell érzékelnünk, és akkor ezek a pontok, amikor összekapcsolódnak, mondja a akkor ki fog derülni, hogy minden egyes pont kapcsolata fölé emel bennünket, mindegyünket az ego fölé, a saját vaskosságunk fölé, a kapcsolatunk pontjába, és akkor megjelenik a két vonal. Földereng a bal vonal, amely a kölcsönös egoista vágyak megnyilvánulása. Később ez másképp fog megmaradni. És akkor jön a felső fény, amely korrigálni kezdi ezt a bal vonalat, vagy a jobb vonal, és aztán jön a középső vonal. Tehát semmi, a középső vonal az egy eredmény, mondja Rav, a munkának az eredménye. Amikor mondva van, hogy mi az, ami a vonalon tart bennünket? Az, hogy ne menekülj el az arvot elől. Ez a legfontosabb dolog, hogy az arvot be tud lépni, különben nem vagy a Tórában egyáltalán. Akkor nincs három vonal, és akkor nem vagy a reformáló fény befolyása alatt. Amikor valaki előre halad, akkor ott ugye ezt a három állapotot megtartani. Tehát még egyszer, csak akkor, hogyha te képes vagy megérteni Izrael a teremtés a fény egy. Tehát, hogy valóban minden a lenullázódásban jelenjen meg a te irányodban, a felső fény irányában, amely befolyásol téged, akkor ez megformál téged egy olyan fajta módon, hogy az összes vaskosságot magadra tud vonni, és akkor ezáltal eléred a dvekutot. Ez egyfajta érzés, én ezt nem tudom jobban leírni. Menjünk át a lecke következő részre.